A dékáni utasítás értelmében a Debreceni Egyetemen is rendhagyó vizsgaidőszakot tudhatnak magukénak a hallgatók, köztük az utolsó évesek is. A Debreceni Egyetem is módosította a tanulmány és vizsgaszabályzatát, és a Debreceni Egyetem tanulmány és vizsgaszabályzatához a karok is módosították az ő szabályzatukat. Ez történt a gazdaságtudományi kar vonatkozásába is. A Szolnok Campus végzősei ma kapták meg szakdolgozatuk értékelését, június 8-ától pedig az online térben megkezdődnek a záróvizsgák. Amely vizsgáztatásnak a kivitelezésére vonatkozó szabályzat az most készült el, a napokba jut el a hallgatókhoz, tehát ez a technikai dolgokat tartalmazza, hogy hogyan kell bejelentkezni erre a webináriumos felületre, tehát ez azon a e-learning felületen zajlik ez a vizsgáztatás, amit mi az oktatásban is használtunk. Az e-learning felület az oktató és a hallgató számára is megbízható webes felületet jelent. A diplomázók videón keresztül találkoznak a csökkentett számú vizsgabizottsággal. Feleletük értékelését pár perc tanácskozást követően meg is kapják az egyetemisták. A vizsga technikai okból fakadó meghiúsulása esetén egy hét múlva újra megkísérelhetik a számadás tudásukról. Sikeres záróvizsga esetén postai úton kapják meg diplomalevelüket. Szerintem azért ez egy elég nagy élmény, hogy kiöltözhetnek úgy, és átvehetik a diplomáikat, úgyhogy szerintem ennek azért többségében nem örültek, mert erről mégiscsak lemaradnak, és ez kimarad az egyetemista évekből. Az aktuális vizsgaidőszakban nem csak a végzősök vizsgáznak online. Nekem például tegnap gazdasági matekból volt, és hát nagyon nehéz volt egyrészt az időkorlát miatt, ugye próbálják minél rövidebbre rakni az időkorlátot, hogy egymással ne tudják megbeszélni a hallgatók, amiből pedig azt következik, hogy alig van időnk a feladatokra, sokkal lassabb az egész, és közben meg mégis kevesebb az időnk. Egyes tárgyakból viszont könnyebb lett a vizsga, és olyan tárgy is van, ahol egy nagyobb lélegzetvételű beadandó feladattal kiváltható az online feladatsor.